A tavalyi esztendő felkavaró szenzációjának egyike volt a szédületes lottó nyeremény. A nyertesnek nyoma veszett. Örömmel jelenthetem, hogy a Favorit Rádió Pulitzer díjas repülő riportere utána járt a dolognak, és illegális búvó helyén meglátogatta a lottó milliómost. Nem vágunk azonnal a médiász résébe, nem esünk neki a riportalanynak, mint ott az anyjának, és nem kérdezzük rögtön, hogy mit tetszik majd csinálni ezzel az irdatlan nagy pénzzel, hanem előbb csak szőrmentén kérdezzük Teri nénémet, mikor érte életében az első nagy szerencse? Az első nagy szerencse... Még meg sem mondtam, már gunyolodnak. Mondom az urámnak, Tibi. De még akkor nem volt az uram, de mégis azt mondtam neki, Tibi. Mert uton voltunk, hogy összeadjanak bennünket. És hát úgy, ahogy ott várakoztunk, mert úgy volt, hogy a Banga Esperes úr ad össze bennünket, hozzák az uramat, de akkorára volt feldagadva a feje, mint a mélykaptár. Hát aztán miért? Mert összeszólakoztak a döntögetős kuglit játszották a barátjával, Vaskos Miskával. Összeszólakoztak, hogy eldült-e vagy nem, azt úgy fejbe verte az uramat a moslékeverőfával, hogy az attól kezdve nagy szót hallott. Na de hát... Azt mikor mondja neki az Esperes úr, akarod az itt megjelent, úgy neki át ordítni, mint aki tőlne. Szóval az volt a szerencsé. Mondom az uramnak, Tibi. Ne ordíjál már nekkorát, mert leesik a fészekből a galambfiókat. De később a bálba hát már magára esett az Esperes úr Terka néném. Akkor furcsa jelenetek zajlottak. Az nem akkor volt, hanem 916-ban. Mondom az uramnak, Tibi. De bárhogy néztem, nem volt otthon, mert kin volt a fronton piavében. Oly csendbe ment el, ahogy megjött. Nem volt nagy csinadratta. Én meg nem voltam a verembe, az akkor már új esperesünk volt, a Dikó Esperes úr. Azt, ahogy válogattam ott a krumplit, mert volt, aki csirás volt, volt, aki nem. Előre voltam hajolva a honbárban. Azt éreztem, hogy igen kuruckodik mögöttem. Akkor lett meg Magdika. De később a Tibi nevére vette, mikor megjött a frontról. Nem nagyon volt más választása. Azt kérdezte tőlem az uram, hát meg hogy volt. Mondtam az uramnak, Tibi. Véled álmodtam, oly erőst megkívántalak, meg lett Magdika. Parafenomén volt. Hanem, Terka néném, hát ahogy az ura hazatért a frontról, hát bizony elvesztette egy fontos képességét. Az nem akkor volt. Mert az úgy volt, hogy cseberbű vederbe, mert azt az uram ment megint harcolni, nem nyugodott a vérivel, fogságba esett itt Lajos Komáromnál. Azt elvitték őt, tehát Magnyitogorszba, az érzbányába. Ott dolgozott az uram, volt neki egy párja, Páska Korcságin. De mindig olyan tréfás, vicces, kedvű nagy belorusz ember volt. Azt mondja néki, fogadjunk. Mondja az uram neki, fogadjunk, azt alátette a fejét a másfél tonnás légkalapással. A kalapács akkor szerte széjjel törött.
A múltkor azt mondta Terka néni, hogy csak kicsorbult. Az a másik volt Kisinyovban. Mert mindig ebbe fogadtak. De az uram meg mondta, akkor Páskának dugja is a fejét alá, az meg csak fügét mutatott neki. Azt akkor az uram úgy megsértődött, attól kezdve nem beszélt senkihez. Megnémult? Nem, hát csak nem beszél. Nem beszél. Terka néném, és hát hogy lehet, hogy most már több mint 50 évet leélt egy emberrel, aki nem szól egy árva szót se? Áldott jó ember. Így nincsen véle semmi baj. Mondok neki valamit, azt úgy van. Van, amikor ellenkezne, csak dülleszti a szemét. Hát akkor térjünk rá erre a lottó nyereményre. Hát honnan tudták meg, hogy ilyen nagy összeget nyertek egyáltalában? Hát úgy volt, mondom az urámnak, Tibi. Alszol elfele ember a tévé előtt. Mám pedig mutassák a számokat. Most egyszer neki fogott nagyon nyögni. Nézem, most húzingassa befele az X-eket. Hát nem mind az ötöt behúzta. Mondom az urámnak, Tibi. Ez meg mit jelent? Azt neki állt ordítni 54 év után. De állítólag énekelt is. Ja, kiszaladt hátra Gauréhoz, azt elkezdte énekelni. If I were a rich man. Azt énekelte. Na és az... Eldobta a műbőr kalapot a fejéről, mert az már rá volt olvadva egy. Azt mondja, sky, sky, madár. Hát az hogyan esett Terka néném, mikor jöttek a televíziósok? Jaj, gyermekem, hát én még ilyet nem. Még annyi üdöm se volt, hogy az otthonkát levegyem magamról. Így ment otthonkába? Csak így, ahogy voltunk, azt vittek befele, ó, de nagy fényesség volt, ennyi lámpával világít. Azt mondom az urámnak, Tibi. Hát te meg hogy nézel ki? Ki volt festve? Olyan volt, mint a zsidó templomban az utálatos kép. Pergett le a pofájáról az a puder. Másnap azután mi lett a nagy pénzzel? Megolvasták a bankba, hát mennyi volt ez egyáltalában? Hát jött haza Gádoros Miska, azt lelökte a pénzt oda a pince előtérbe, azt akkor... Mi? Talicskán uram, hozta haza a pénzt? Azon hát nem fér bele a zsebjébe. Én meg akkor neki álltam, azt hova tegyem, hát belefele a nagy befőttes övegekbe. Az pocsékba ment, mind az összes befőttem meg lek, várom. Na de... Nem így dolgoztam abban, ember. Na de Terka néni, hát hogy lehet így igen elmaradni? Hát miért nem a bankba hagyták? Hagyja, ott a rösebb, hát romoljon nálam inkább. Na azt akkor jöttek ezek a csodalátók, ember. Másnap kelünk felfele, azt úgy állt ki a Köves útig a sor, annyi ember volt. Rokonok, ismerősök. Egyet se láttam, látta őt a rösebb. Azt mutogassa a gyerek itt, hogy gyógyszerre kell neki. Letette, úgy megindult szaladni a csepp gyermek, mint a lentkerekes autó. Nem volt annak semmi baja. És Terka néném, maga mégis mire gondolt, mire fogják költeni ezt az irdatlan pénz összeget? Hát már, mondom az urámnak, Tibi, hogy néz ki a lábadon az a mamusz? Enni kék egyet, míg fel nem viszik az árát. De... Terka néni, hát mondjuk egy ilyen jobbféle mamusz, az mennyibe jön? Hát van, vagy 260 forint. Hát akkor még mindig marad 246.997.874 forint. Még ezt az otthonkát is le kell cserélni. Ezt ott már atyától kaptam, pálos rendi szerzetes volt.
Mert meghalt a bejárónője, az hordta. És nem gondolt, hogy esetleg adományt tesz az egyháznak is? Hát Börcsök atya is ilyen rendesen viselkedett magával, mégis Magdikának az apja, szegő végről, szűznemzéssel. Hát, mondom az urámnak, Tibi. Adjunk valamit ezeknek, azt mondta, de neki fogod tordítni. Kaptak ezek 60 000 hektárat vissza. Úgyhogy akkor azon elültethetnek valamit, az kidejvágy. Elég az nekik. Mondja Terka néném, és hát végül is 50 évig úgy éltek, hogy egy szó nem sok, annyit sem szólt a maga ura, és most hirtelen igen beszédes lesz. Hát ez gondolom nagy örömet okozott. Azt azért nem mondanám. Mondom az urámnak, Tibi. Hagyd már abba ezt a zabégatást, mert neki áll dombérozni. Rohangált a mezőn fel alá, még az Özikét is csókolgatta. Azt akkor nekifogtam, írtam egy levelet a Pozsemánszky úrnak a tévébe. Írjon ki egy tendertet. Annak adom az összes pénzt, aki elhallgattassa Tibit.